A pandémia után első alkalommal gyűlhetett össze Dunalmás községe a Csokonai Művelődési Házban rendezett húsvétváró eseményen. A programokkal leginkább a kisgyermekes családoknak kedveztek, hiszen kézműves sarok, báb előadás és nyuszi simogató is várta az érdeklődőket. Jelenleg egy nyuszi váró program előkészületei zajlanak még itt a háttérben. Reméljük, hogy nem sokára minél többen leszünk. Így a pandémia utáni időszakban ez most az első ilyen közös programunk, amire várunk minden családot szeretettel. A Bábuci Báb Színház előadása következik majd nem sokára, illetve a konyhában van lehetőség a gyerekeknek nyuszis linzelt, csibés linzelt, mindenféle tavaszi hangulatú linzelt sütni. A könyvtárba készültünk saját gyártású puzzle-okkal, illetve memóriajátékkal. Lesz lehetőség kézműveskedni, újra hasznosítottuk, úgy WC-papír gurigából készülnek a nyuszik, illetve nyuszi simogató is lesz a gyerkőcöknek. A Komáromi Bábuci Báb Színház már több mint egy évtizede alakult egy családi vállalkozásként. A Dunalmáson bemutatott Nyakig láb, csupa háj és mellészáj című darabjukat 9. éve játsszák a közönségnek, ami töretlenül nagy népszerűségnek örvend. A bábok szeretet az valószínűleg nekem már gyerekkoromtól jött, hogy a kisebb testvéremnek sokat játszottam, aztán egy kicsit elkanyarodtam, más szakmában dolgoztam, és 2011 óta foglalkozom így intenzívebben a báb készítéssel, hiszen a bábokat is mi készítjük, a díszleteket is, és egy évet is mi is játszunk, népmeséket dolgozunk fel elsősorban. Hát a kedvenceink ez a ma is látható Nyakig láb, csupa háj, mellészáj, de a három kismalacot is feldolgoztuk, a kiskakas gyémánt félkrajcárját, vannak saját meséink is. A technikákat illetően ez egy asztali bunrakú stílusú báb előadás lesz, de vannak pálcás bábjaink, kesztyűs bábjaink, felülről mozgatott marionett bábjaink. Ilyen kis pici utazó színház ez gyakorlatilag, és így a megyében, hát messzebb Mosonmagyaróváron, Budapesten játszottunk eddig. Az elkövetkezendő időszakban kölyök atlétika kupa program várható az általános iskolásoknak, sportvetélkedőkkel horgászversennyel, majd május 1-én pedig majálissal készülnek a kikapcsolódni vágyóknak.